Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit, Tápió Szelén vagyok jelenleg, és ezt a Transelektro iparvágányt fogom bejárni. Mindjárt meg is mutatom közelebbről. Itt van egyébként maga a vasútállomás, Tápió Szelén. Felvételi épületről majd vágok be képet. És valószínűleg az első vágány lesz ez a bizonyos Transelektro. Erről annyit kell tudni, hogy alkalmanként használatban van, és a Transelektro nevű vállalat telephelyére megy, ahol a transformátorokat szoktak rajta szállítani alkalomattán. Itt látjátok, egy-két friss talfa is ki van illetéve, valószínűleg már cserére bekészítve, és valószínűleg innen fog ez a legszélső vágány kihangozni. Hát akkor menjünk egyre tovább, ez körülbelül egy olyan 3 kilométeres séta lesz, meg ugyanannyi vissza. Mert nyilván vissza is kell majd jönni az állomásra. Ként itt az állomásnak a Szolnok felőli végén vagyunk jelenleg, illetve arrafele tartunk. Hát látszik, itt van egy sorompós átjáró, most mivel fel nincs elengedve a sorompó vonat se fog jönni. Egyébként mindig a 120-as vasútvonalon vagyunk, ami még mindig a Budapest-Nagykáta-Szolnok vasútvonal. És jelenleg Tápió Szele állomás. Most éppen Szolnok fele nézünk. És hát akkor haladjunk. Nézzétek, ez valaha, szerintem ez egy szolgálati lakás volt. Vagy lehet, hogy az emeleten volt a szolgálati lakás, és az alsó szinten pedig egy olyan hely. Ezt el tudom képzelni, hogy a fénysorompós átjáró előtt itt egy tekerős sorompó volt, és azt kezelték innen. Megpróbáljuk megnézni, ha már is itt vagyunk. Be lehet-e ide menni valahogy. Hát így néz ki most ez az őrhely, hát, vagy szolgálati lakás. Kapuzárd van, ugye. Egy szabványos mávépület egyébként, melléképület is van, de ugye látszik, nincs ennyit, ha meg nem úgy tűnik, mintha lakott lenne, de azért mégis. Nem úgy tűnik, mint amit laknak, de azért nyilván most nem mászok be, meg ki tudja, lehet, hogy mégis lakják. Vagy lehet, hogy csak egy részét. És egyébként itt van ez a fénysorompós átjáró. Itt fogunk majd tovább menni. Na hát akkor közben elindultunk. Itt most egyelőre a sinek melletti úton. De nyilván azért, hogy mi a sineken fogunk mászkálni, láthatósági mellé fel van véve. És mindjárt mutatom, hogy ez lesz az a vágány egyébként, itt a legelső. De most nem eddig lehet, megyünk itt mellette. És közben már itt vagyunk fönn a vágányon. És bizony ez lesz a Transelektrói. Látjátok ott a villanymozdony álljelzést. Meg eddig van kihúzva a felső vezeték is. Innestől kezdve már tényleg a nem villamosított iparvágány lesz. Úgyhogy majd ezen fogunk haladni. Ott valahol kicsit később le is fog kanyarodni a fővonalról. Hát nem látja, akkor ugye menjünk tovább. És egyébként szelvényezve is már így külön van. Ezt így meg is tudom mutatni, egy kicsit közelebb megyünk. Ja, látjátok, a fővonal szelvényezése az itt van. De jól látom, akkor ez pont a 600-adik. Tehát most 60 kilométerre vagyunk Rákostól. Vagy onnan kezdődik el a 120 állnak a szelvényezése. A 600-as szelvény itt van. És az pedig ott előrébb, kicsit közelebb meg is megmutatom. Ez pedig a 4-es, tehát 400 méterre van a kezdőponttól. Nyilván az állomásnak a Rákos felőli végéntől szelvényezik. És gyakorlatilag innen ez már egy iparvágány, van neki a saját bejárati jelzője is. Most mind a két jelző vedes, fővonalon se jön semmi. És akkor megérkeztünk gyakorlatilag oda, ahol ugye elkanyarodik a fővonal mellől. Hát most mivel még nem olvadt el a hó, így a felépítményben nem sokat, de látunk, de majd megpróbálom azért nagyjából itt letakarítani. Tehát az biztos, hogy betonaljas a pálya. És ráadásul ugye TU 4-es, hát
Én vagyok már az ilyen nem normális, aki ilyen nagy havazások után jön vonalat bejárni, de hát ha egyszer most érek rá. Nézd szépen, így gyakorlatilag hogy lépkedek rajta, úgy érzem, hogy ez betonalj nem talpa. Mert most pont itt a mélyedéseiben megyek. Úgyhogy meglátjuk. Hát most már ha itt vagyok, akkor úgyis be fogjuk járni. Mit nekünk egy kis hó. Egyébként a táj se rossz, hogy egész szép itt errefele. Ja, itt volt itt a még egy fénysodompós átjáró, sodompóval. Az előbb jött is egy zónázó vonat. Olyan Fecske BHV-s. És akkor csak itt megy tovább a 120-szál vonal. Hát ez itt azt hiszem a következő a Szápió György, a következő állomás. Egyébként az átépítés előtt ott is volt egy érdekesség, egy fa felső vezetéktartó oszlop az egyik mellékvágányon, de azt már elbontották. Mióta megszüntették ott a 20-as meg 30-as lassújelet, meg épült egy új emelt peron. De majd lehet egyszer azt is meg fogom nézni. Akkor ugye menjünk. Egy körülbelül szerintem egy olyan még 2 kilométer lehet. Ugye a 10-es szelvényt azt már elhagytam. És a Google térképen nagyjából úgy mértem ki, hogy 3 kilométeres vágány. Tehervonattal nem valószínű, hogy fogunk ma találkozni. Tényleg nagyon ritkán van itt forgalom. Csak amikor a minetes transformátorokat hozzák akkor, de az nagyon ritka eset. Viszont a lábnyomokból ítélve állatok jártak itt. Ez valószínű egy nyúl volt. Nagyon más erre nem jár. Na majd később jelentkezek, ha találok valami érdekeset. Egyébként nézzük, hogy ott egy nagy ívbe ott elfordul a vágány, és szerintem még ott keresztez arrafele egy mellékutat is. És akkor ezt nézzétek, itt van egy engedélykérő oszlop. Pontosabban ez szerintem a... lesz itt majd egy fénysodompós átjáró, és szerintem annak volt egy eszköze. De itt még a mézgacsatlakozót se látom, ami ilyen helyekre szokott lenni. Ez pedig egy integra, tehát ez olyan, mintha egy behatási pont lenne. És igen, a kábelek is itt vannak, tehát lehet, hogy ez régebben egy kulcsos fénysodompó volt, és ugye megcsinálták önműködőre. Hát egyébként itt van a szigetelt, és én tehát még itt a kábelek látszanak, hogy itt vezetett tovább, tehát lehet, hogy ez egy behatási pont most már. Most valószínűleg egy távbeszélő lehetett itt, mert ezek úgy szoktak működni, hogy van ott egy úgynevezett mézkacsatlakozó, amivel a hordozható rádiót rá lehet kötni, és akkor lehet beszélni az állomással, stb. Vagy pedig egy kulcs, amit kiadnak a személyzetnek, amit ide az ipar vágáira hozza a vonatot, és akkor csak a mozdonyvezető azzal a kulcssal állítja át a fénysodompót. Ugye ő itt tilos jelzésbe, átmegy a vonat, és aztán megint kezeli a túloldalt egy másik eszközzel, és akkor ugye feloldja az átjáró lezárását. Aztán lehet, hogy az később is elérték önműködőre, a vonat által vezéreltre, lehet tudni. De egyébként ezek a kis halók, hogy nagyon ritka azt, hogy a dalasakon kívül más is talál benne az ember, mert főleg ez egy nyáron ez egy komoly veszély, és hát jártam már én is úgy, hogy belenézve egy ilyenbe dadasakkal találkoztam, hát nem kellemes dolog. Óvatosan kell az ilyen felé közelíteni. Hát közben itt az éves szakasz végére értünk, most itt látjátok, hogy itt egy hosszú egyenes következik. És szerintem ott lesz egy útátjáró, szerintem ott a fasorok mellett van egy közút. De hogyha közelebb érünk, akkor ez ki fog derülni. Ez ilyenkor most így be van havazva, ez legalább annyiba segít, hogy látszik, hogy járta itt valaki, de igazából állatokon kívül úgy látjátok, hogy más lábnyom nincsen. Itt a saját lábnyomaimat látom, hogyha visszafele nézek, de hát nyilván eltévedni nem fogunk egy vonalbejáráson. Túrázásnak ez a fajta, már csak azért is előnyös, mert biztos nem fogsz eltévedni, hogyha nem térsz el nagyon a sinektől. És egyébként annyira nem is rozsdásak a sinek, hogyha megnézitek. Mert azért nem az a teljes rozsda, amire látjátok, hogy hát ezen már biztos évek óta nem járt vonat. Hanem azért itt látszik, hogy azért ha nem is gyakran, de azért van rajta forgalom, közben 14-es szelvénykő.
Tehát gyakorlatilag most körülbelül a felénél, ha járhatunk. És errefele vonatokon kívül nagyon másra szokott járni, hogy látom, mert látjátok, ameddig a szem ellát. Puszta egyébként ott a háttérre még a fővonal is látszik. Hát a másik oldalt meg nagyjából szintén ugyanaz. Ott arrafele már a faluházai. És egyébként itt meg semmi. Na, haladjunk tovább. Viszont szerintem egy ilyen másfél kilométer is megérkezünk a gyárkapuig. Na, ezt nézzétek meg. Így néz ki egy mézga csatlakozó. Ugye ez maga. Mézgát, de egyébként, hogyha és itt jobban benéztek meg, én bizony, az ott egy darásfészek. Úgyhogy, ha most nem tél lenne, akkor nem nyitogatnám ilyen bátran. Hát ott pedig egy kábel, amit elvágtak. De egyébként itt van egy behatási pont is megint. És van olyasmi, és egyébként útátjáróban nem találkoztam. De még hát itt, hoppá, és akkor nézzétek, itt például az is látszik, hogy a sinek. Egyébként 48-asok. Tehát, na, te nézzétek meg, Diós Győr. 48-as, de hogy pontosan meg, na, megpróbálunk kicsit letakarítani. Hát, ha akkor látszik az is, hogy igen, 1974-es sinek. És 48-asok, mondjuk az látszott is rajta, hogy ezeket valószínűleg bontott 48-as sinekből felújították ezt a vágányt valamikor. És hát továbbra is egyenes. Ként erről jöttünk. Mutatom, de ként ott, ahol sejtettem, hogy lesz valami közút, nem volt. Úgyhogy akkor látjátok, hogy az hogy mióta egyenes adott, és mennyit jöttem már. És az a 17-es szelvény, úgyhogy körülbelül egy olyan 200 métert haladtam. Eddig volt egyenes, legalábbis. Nézzétek, hogy megyek több mint fél kilométert egyenesbe. A felépítmény még mindig ugyanaz, 48-as sín elembetonaljakkal, és itt bizony van egy útátjáró. Fénysorompóval biztosítva. Mindjárt megnézzük, hogy milyen. Bár szerintem vonat által vezérelt lesz. Hogy melyik főút, azt most nem tudom megmondani. Megpróbálok utána nézni. És ennyi, tehát látjátok, hogy simán ez még a régi fajta útátjáró, ahol vezetősín van és rá van aszfaltozva. És nézzétek, AS20, tehát ez bizony automata sorompó. Itt van maga a vezérlőszekrénye a fénysorompónak. Hát nyilván nincsen nyitva, meg egyébként se, ha nyitva lenne, se piszkálnánk bele, mert veszélyes. És hát látjátok, itt szintén mézga csatlakozó. És ennyi. És bizony ott már kanyarodik el a pálya, vagyis hát ugye vasúton nincsen kanyar, csak ív, mint tudjuk, de ott az előtérben már látszik, és szerintem az ott már a gyárépület lesz, de majd meglátjuk, ott háttérben van egy hidroglóbusz, az lehet, hogy csak a gyárat szolgálja ki. És bizony ez a falunak vagy a városnak a másik bejárata lehet, mert már ott egy tápió szeletábla. Hát mi mindent lehet még látni erről a városról. Európai város, polgárőrség is működik benne. Meg valami még ott történt, amit most ameddig nem fókuszál rá, addig azt úgysem tudom nektek megmutatni. Na mindegy, hát menjünk tovább. Szerintem még egy laza egy kilométer, de közben kisütött a nap és egy kicsit jobb idő van. Ezt nézzétek, itt volt az ív a pályába, eddig el is haladtunk. És van itt egy értelmezhetetlen jelzés, legalábbis számomra. Egy sárga kör. Hát menjünk tovább, és szerintem ott már a ütesne, az már a lámpa. Hopp, az meg egy macska. Az meg egy macska. Vagy legalábbis ott valami a vágányon. Na nézzük, csak ki vagy. Vagy kutya. Hát vagy egy kisebb kutya, vagy egy macska. 23-as szelvény megvan. És szerintem ott a kandellárbeneknél már az már a gyár, jön a kapu. Hopp, és ott látok egy vágányzáró sorompót is.
Úgyhogy szerintem már hamarosan oda is érünk. Egy pár száz méter és megvan. De megyünk tovább. És azt nézzétek, az már biztos, hogy azon szelekciógyár lesz. Ezt nézzétek, 25-ös szelvény. Itt van a váltó. Itt ágazik ketté. Meg itt nem is csak ketté, több felé is. De itt az első váltó. És ez már az egyik, az a gyártelepre megy. Valószínűleg a többi is csak itt több felé szétágazik. Egyébként arról jöttünk, ott amerre a kis fekete kutya van. Ott egy vágányzáró sorompó, de ez már nyilván a gyárterületén belül van. Ez megy a legnagyobb gyárterület felé, úgyhogy először ezen ezt járjuk be. Aztán majd a másik kettőt is meg fogjuk nézni, hogy arrafele mi van. De valószínűleg ez már mindegyik a transzelektrógyárba megy. És valószínűleg egyébként ezt használják. A másik kettőt nem vagyok benne, nem vagyok meggyőződve róla, hogy ezt a kettőt is használják. De lehetséges. Még az is lehet, hogy itt a városba is vissza lehet menni valami másik úton. Szerintem közút is vezet ide a gyárhoz, nem csak vasút. De majd meglátjuk. És ugye ez van tovább szervényezve, a 26-os. És valószínűleg a gyár területén belül is van. És én ott már látom a megállást helyét jelző táblát. Úgyhogy valószínűleg közel vagyunk. És azt se tartom kizártnak, de ez is mindjárt ki fog derülni, hogy lehet, hogy még a telepen belül is többfelé ágazik ez a vágány. Tehát valószínűleg itt még lesznek a váltók is. De hát mindjárt közelebb megyünk és megnézzük. És bizony, ahogy mondtam, itt két irány vágazik, egy fáccal, viszont az előbb láttam itt egy Firefoxot átszaladni. Vagyis egy rókát, egy vörös rókát. Úgyhogy arrafele szaladt egyébként, lehet, hogy fogok vele találkozni. És egyébként igen, ez már a transzelektrógyár. De valószínűleg a másik két vágány is oda megy. De meg fogjuk nézni. Itt a vége. Elég nagy gyár lehet, hogyha ennyi villanyvezeték kell neki, és egyébként tényleg ezt nézzétek, hogy még egy antenna is van, hogy ez egy... Ez azt hiszem, hogy ez egy vezeték nélküli szakaszoló. Középfeszültségen szokott ilyen lenni, hogy gyakorlatilag a központból lehet kibekapcsolgatni. Tehát nem kell ezért kijönni a helyszínre a villanyszerelőknek, hogy lekapcsolják az áramot, ha arra van szükség, hanem ezt vezeték nélkül meg tudják oldani. És bizony itt van, erről jöttünk. És valószínűleg ezt a két vágányt még használják is, tehát... Nem hiszem, biztos, hogy a transformátorokat innen hozzák viszik, és ez már a gyárkapu bizony. És ott is van, hogy hangállított transformátorgyár. Tehát valószínűleg, és itt látszik, hogy még a vágány megy tovább a kapun belül is. Hát nem tudom, mennyire valamilyen akarok belesni. Bizony, tehát valószínűleg abban a nagy csarnokba gyártják ott a trafókat. Most itt próbálom mutatni, de én nem tudom, de hát úgy valószínűleg abban a csarnokba. Ott gyárthatják a trafókat. És ott van is egy, ha minden igaz. Ja, igen, az egy trafó. Csak most éppen ellenfényben van, mert szemből süt a nap, de hát most nem tudok vele mit csinálni. És most felhő sincs, ami egyébként nem baj, csak most, hogy még abban se lehet bízni, hogy majd a felhő úgy megy, hogy majd eltakarja a napot. De mint hogyha látnék benne egy azért a fót is, ami vagy félkész, vagy teljesen készen van, nem lehet tudni. És hát egyébként kell az amper rendesen, mert ennyi villanyvezeték megy erre. Ezek mind ilyen középfeszültségűek, ezek a maximum 25 kV-os lehet egy ilyen, de lehet 20 kV-os, 25, 15, 10. Vagy talán még 5 kV-os is van ilyen vezetékből. Na talán így még valamennyi látszik. Így benézek, de... nem nagyon. Viszont itt ennek a vágánynak talán vége is van, itt megy egyenesen. Nem, az ott egy trafó. A szembe is, az pont a vágány végén van. Tehát lehet, hogy ez már szállításra vár, ez a trafó. El tudom képzelni, hogy ez azért van oda készítve, mert már csak kiszolgáló menetet várja, és akkor ezt majd nyilván ezen vágányon keresztül fogják vinni. Hát nem tudni.
Meg azt sem lehet tudni, hogy mikor. Nem akkor mi jön érte. Ugye a 48-as sinek, tehát, és elvileg betonaljas, tehát elméletileg egy nehezebb dízelmozdon is bejöhet érte. Mondjuk Csörgő vagy akár talán szerintem Szerge is. És valószínűleg egy ilyen nagyon nehéz transformátort, azt kell is rávonó erő. Most olyan fényképezni, most nem fényképezek ott a gyártatérletén belül, mert nem nagyon lehet oda a fényképező lencséje, nem fér vállások közé. Ezt nézzétek közben itt. Itt volt egy kis út, ahol le tudtam vágni a kanyar, de egyébként ez ugyanaz. Hát ezt a két vágányt, ezt valószínűleg már nem használják. Legalábbis sokkal jobban benőtte a gaz, mint a másik kettőt. Hát most olyan sinek azok látszatlan, nem rozsdásabbak. De... Tehát szerintem ezt már nem használják, de talán ugyanúgy egy árba vezet, mint a másik, de ez is mindjárt ki fog derülni, ha egy picit közelebb megyek. Szerintem ez a másik irányból fut be a gyárba, de ugyanúgy a gyárba megy. Ma mindjárt kiderül. Na, hát szóval akkor itt vagyunk, itt mellettem van a gyár területe. Na, az előbb meg nem ment a felvétel, úgyhogy lehet, hogy csomó időre lemaradtatok. Na, itt egy nagy üres plac, és akkor ugye ott a templom, az valószínűleg itt a város központjában van. Tehát itt vagy valahogy vissza tudok menni a vasúthoz, ezt az utat követve, meg a templom fele orientálódva. És akkor legalább nem az lesz, hogy egy unalmas videó lesz, hogy ugyanazon az útvonalon fogok visszajönni, amin mentem, így a síneken, hanem most akkor így még lehet, hogy a városban is találok valami érdekességet. Esetleg sikerül lekapni egy-két buszt, vagy valami. De gyakorlatilag akkor szerintem ez a transzelektrós vonalbejáráshoz itt véget is érhet, mert síneket innen nem fog találni, és végül is a vágányt azt bejártam. Hát most legalább vissza nem ugyanott megyek, ahol jöttem, legyen némi változatosság. És akkor azt hiszem, eddig tartott a gyár. Területe, itt van egy hátsó kapu, van a dolgozóknak. Meg egy közérdekű közlemény. Hát az A and B and akármicsoda. Nem túl kedves jelzőkkel vannak ihletve. És bizony, eddig tart a gyár. Ott a gyár területében belül van az a nagy hidroglóbusz, és most pont a gaztól nem látszik, de ott van. Az a kémény viszont nem semmi. Az se lehet semmi. Ez viszont már abszolút megy mást. Bár lehet, hogy ez is a gyárhoz tartozik, itt a szolgálati lakások lehetnek itt akár, vagy valami raktárak. De ez úgy néz ki, mint hogy magánterület lenne itt ilyen garázsok, stb. És mögötte meg a lakóházak. De lehet, hogy ez is a gyárhoz tartozik, itt a gyárnak a dolgozói lakhatnak, itt szolgálati lakások, stb. Lehetnek, de hát ez most nem fog kiderülni. Egyébként nézzetek meg a táj egyébként, szép. Na jó, hát akkor ez a videó az ennyi lett volna. Jelenleg hát nagy, igen, itt a háttérben, vagy itt az út, amin jöttem. Hát köszönöm, hogy ezt is megnéztétek. Egy érdekes is vonalbejárás volt. Egyébként először csinálok ilyet, hogy így hóba indult, vagy hát ilyen havas tájon jöttem vonalat bejárni, hát ilyen még eddig nem volt. Hát ilyen kevesebb látszott a felépítményből, viszont a havas táj az viszont szintén adott egy kis pluszt a videóhoz, remélhetőleg. Főleg, hogy mostanában azért ekkora hó nem nagyon volt, főleg ami meg is maradt. Úgyhogy hát köszönöm, hogy megnéztétek, tudjátok, lehet lájkolni. Lehet diszlájkolni, ha nem tetszett, de akkor azt is írjátok le, miért nem tetszett. Külön üdvözlöm a 120 szávas útvonal Facebook csoportját, ahol szintén fel fog ez a videó kerülni. És nem baj, hogyha megkritizáljátok, mert biztos most is mondtam olyat, ami nem igaz, vagy egy kicsit hülyeség, vagy tényleg mit tudom én, mint a Rákos kerténél, hogy amikor már tizedszer említem azt, hogy Rákos kert, és akkor egyszer véletlenül azt mondom, hogy állomás, és akkor már ott lehet írni, de nem állomás, hanem megállóhely. Bizony, igen, tényleg megállóhely. Valószínűleg 9-szer jól is mondtam, egyszer nem. Előfordul, megesik, van ilyen. De hát igazából gondolom a vasutasokon, meg a vasútbarátokon kívül nem nagyon érdekes neki, meg senki aztán le se szarja, hogy az most micsoda vagy, hát kit érdekel úgy egyébként, hogy megállóhely, megállórakodóhely vagy állomás. Az utas az azt mondja, hogy ahol megáll a vonat, az vasútállomás, és aztán neki aztán meg tök mindegy, hogy akkor most ez most van szolgálat, nincs szolgálat, hány vágány van, milyen megállóhely. Ő csak az érdekli, hogy álljon meg ott a vonat, amire utazni szerette. Egyébként így van ez a BKV-nál is, hogy a megállóknál is mindig az, hogy vasútállomás, ugye Zugló vasútállomás, Kőbánya alsó vasútállomás, és így mondják be hangosban, ez a megállók neve is. Ugye a buszoknak, villamosoknak, és hát igen, ennyi, mert ott se lenni nekem.
felesleges is lenne még átnevezni Zuglót, vagy Kőbánya alsót meg állóhelynél, vagy akár Újpestet, tehát a hármas metró felújítására is ez van, hogy át fogják nevezni Városkörkaput Újpest vasútállomásra. Hát igen, és hát az sem vasútállomásra meg állóhely, de hát igazából az utasnak mindegy. Megállott a vonat, akkor vasútállomás kész. Úgyhogy ez csak egy ilyen kis gyors kitérő, de hát most már akkor gyalogolunk vissza a vasútállomásra, valahol itt lesz errefele. Majd megtalálom egyszer valamikor. Így egyébként meg akkor köszönöm, megnéztétek, sziasztok!